város az olyan hely, hogyha ott nyílik egy iskola vagy egy kórház, akkor oda könnyűszerrel eljutnak 10 és 100 ezrek, mert mind egy helyen laknak. Egyébként pont ezért alakultak ki a városok. Igen ám, de a falun élők is szeretnének ügyeket intézni, tüdőt szűrni, plazma tévét vásárolni, vagy hitelt kérni plazma tévére. Sőt, nem csak szeretnének, de joguk van hozzá. Ugyanolyan állampolgárok, mint a városlakók. De nyilván nem lehet minden faluban bank és tévéáruház. Hiába szeretnénk, erre a világ minden pénze nem elég. Ehhez be kell utazni a központba. A lényeg az, hogy be lehessen utazni, hogy egyik helyről a másikra eljutni a világ legtermészetesebb dolga legyen. Ha van út és normális közlekedés, akkor kinyílnak a falu határai. Cirkusz és céllövölde sincs mindenhol, de évente egyszer vagy kétszer minden faluba ellátogat a cirkusz és a céllövölde. Akkor aztán az ott lakók jól kilövöldözhetik magukat egy évre. Ha máskor akarnak lövöldözni, akkor bizony utazniuk kell. Senki sem tüntet vagy tiltakozik azért, hogy legyen a faluban állandó cirkusz. Ugyanígy járja a falvakat a mobilposta vagy a motorizált tüdőszűrő, csak gyakrabban. Nincs mindig posta, de amikor ott van, akkor ugyanazt tudja, mint a városban. De nem kell mindenért a városba szaladgálni, sőt az ajtón se kell kilépni. Magyarországon szinte mindenhol van telefon, és legtöbbször könnyen elérhető az internet is. Táviratot nem küld ma már szinte senki. Van helyette SMS és e-mail, és senki sem siratja a jó öreg táviratot, ha egyszer kényelmesebb és gyorsabb a mobil. Faramúci dolog, hogy a magyar önkormányzat, a hivatal még nem tart itt. Ha a banknak és a webáruháznak megfelel az internet, akkor egy forgalmi engedély miatt sem muszáj pecsétekért szaladgálni. Van kényelmesebb, elegánsabb és olcsóbb megoldás. Miért ne használnánk? Csak azért, mert így szoktuk meg. Ugyan, ha eddig így haladtunk volna, nem lenne bank és áruház egyáltalán. A lemaradás nem romantikus, hanem rossz.